itt van Zsolti. Sziasztok! Laci! Pere! Ő még hiányzik. Ő még hiányzik, de gyerünk talán ide, hogy mutassunk egy nagy szevasztítő. Szia, Loki! Kezdjük azzal, hogy sziasztok, ez itt a műhely epizód. De kezdjük azzal, hogy sziasztok, ez itt a műhely epizód. Hát... A műhely. Nem tudom, megmondom őszintén, nem így, hát ne a beep videósó. De vagy nem. Az a lényeg, hogy nagyon szerettünk volna, ha van egy olyan központi helyünk a Dokinak, a Lacinak, meg nekem, ahová össze tudjuk gyűjteni a mindenféle vackáinkat. Így van, mert az van bőven. Van, ami másnak, mert a ma vacka az a jövő gyémántja, ezt mi úgy gondoljuk. Úgyhogy összegyűjtöttük a fillére szarainkat, meg az egyéb ötleteinket. Szia kisfiam, ő a fiam András. Hello, ő meg a lányom Anna. És amikor megismertük Lajost, Gyulát és Attilát, ő a Gyula hátul, ő építette amúgy ezt az egész nagy hajót. Itt, mutasd meg. Ez egy elektromos hajó, ami majd remélhetőleg a Tiszatavon fog közlekedni. Menő. Támogatókat várunk továbbra is. Ezt ő építette egyedül. Ugye ők itt a zsámbéki rakéta bázison a, nem is tudom, repüléstechnikai múzeum, vagy repüléstörténeti múzeumnak a oszlopos tagjai. Amúgy Attila, aki ott áll a szürke jambóba, őről azt kell tudni, hogy 110 és 120 éves fényképezőgépekkel fényképez. Egészen, figyelj, na most ezt neked mondom, mert most off topic, hogy olyan felbontást nem tud ma se, mert 27 millió pixel. Attila, hogyha le akarnák fordítani a felbontását annak a fényképnek, amit te fotózol, az ilyen 27 millió pixel lenne körülbelül? Így nem tudok matekozni. De vonal pár per milliméterbe 2000-et tud labor körülmények között. Úgyhogy ő az. Egy ő átlag az. Film, az ugyanígy vonalpárba olyan 3-400-at, a jó fajta. Na, szóval itt mindenki hülye. Maradjunk ennyibe. Gyuszi a mindent megoldó ember. Sziasztok! Gyula, aki, hát ez most egy ilyen coming out, hogy itt vagyunk, ők a barátaink. Megjött Balázs Viktor? Igen, igen. De tudod, hogy tiltást ismeri, meg kívánja is. Az, ha hosszan nyomva tartod a kipörgésgátot, akkor lesz jó. Isten, jelenlegi a kutyákra vigyázz! Tekintettel a coming out-ot fogalmazd át, légy oly kedves, mert ezt most félre. Hú, tényleg, bazd meg, se szakállam, se RS csatornán. Na mindegy, szóval, de ma ott jön a Viktor. Ma ott jön! Megjött Balázs Viktor, a Magyar Autós Újságírás doajenje. Szóval az a lényeg, hogy mi itt a Lajoséktól, meg a Gyuláéktól, lényegében ezektől a srácoktól, hát nem kellett a Dokinak messze menni, mert ott jön a Balázs Viktor. Béreltük ezt a hangár csarnok részt, hiszen itt, ahol most épp a Bence felesége Paulette érkezik. És hát most az van, hogy ezt a táblát találtuk, ezt már még nincs meg a helye, de meg lesz. Ettől mutatom, ettől balra lesz az időszakos kiállítás, második világháborús és egyéb repülőgépek roncsaiból, alkatrészeiből, majd körbe megyünk alkalomattán, mert ott nagyon érdekes dolgok vannak. Mi is Einstein-doltunk egy pár cuccot. Na ez a Daihatsu Cuore, ez itt a Bruderé. Mert a Bruder jobban van a Lajossal, mondták, hogy, azt mondta a Bruder, hogy pakoljuk el olyan helyre, ahol nem éri az eső. Pont elfért ide a két ponton közé. Úgyhogy... Hogy nyitjátok ki, és hogy jöttek ki, az már a ti bajtok. Az már a Brudernek a problémája, de... Figyelj, olyan. A tócsni. Bencék csináltak. Ennyi. Megérkezett nem, be. Hát nem. És László is megérkezett diszkréten tócsni szakállal. Gyerekek, csúszatok be, egy Game Boy Advance-ot fel tudok ajánlani, jó? Na, spuri! A prémium minőségű AZ Meister Tyler kemőanyagokat úgy fejlesztettük ki, hogy a legzordabb körülmények között is maximálisan teljesítsenek. AZ Meister Tyler kemőanyagok az Unix autótól. Szóval ez itt ez a mi részünk. Innen fogunk nektek, hát, műhely epizódokat forgatni. Szeretjük a barátainkat, ezért mondtuk azt, hogy persze, Bruder, hozz ide az UAZ-odat. Jó, egy kicsit már tuningoltunk rajta, hogy elfogadhatóbb legyen. Egyrészt mocsok sok helyet... Jön a karácsony. Mocsok sok helyet foglal, de legalább az akkumulátort is elvitte belőle, úgyhogy amíg ezt ide a helyére tologattuk, szervó nélkül el voltunk. Ez itt egy leendő kollégánk autója,
egyelőre ponyvállat, nem mondjuk róla többet. És hát bocsánat, de szeretném felhívni a figyelmet, és innen is nagyon szépen köszönöm Fakivágó Bálintnak ezt a gyönyörű matchbox tartót. Ugye, ez egy bogár és egy 32 darabos matchbox tartó. Amúgy bárki megrendelheti tőle, és hát most tényleg a reklámhelye, mert gyönyörű. Ezt már raktuk fel, igaz? Igaz, Anna? Nagyon cuki, nagyon jó pofa. Hát ez itt egy moziszék, mert ez még bármire jó lehet, hogyha a Peepshow-t szeretnéd nézni, ami nincs, de live. Ezt itt találtuk a bázis területén, fogjuk használni, fénycsövek vannak benne, akkor lehet. Na most, ő itt Celentano. Annus, menj arra. Ő itt Celentano. Celentano tulajdonképpen ingyen kaptuk. Celentanoval komoly terveink vannak. Gyere, Bence, megmutatnám, jó? Alapvető kellékek a Celentanohoz a rendes. Hella. Forgatunk, bocsánat. Ó, megjött az alapító tagunk. Köszöntsük talán Balázs Viktort. Ő volt ott akkor, amikor a Speed Zone, a Sped Zone született. Látod, és tudja, hogy hogy kell érkezni. Pistike, hoztam egy túlélőkészletet. Hát mindenképpen. De. Szia. Ez a koronakompatibilis. Igen. Hoztam neked egy ócska szatyrot. Mi van benne? Egy máladozó szatyrot. Adod ez a Göbinek a sört. Azt tudom, hogy téged nagyon érdekel, mert érzed a rezgéseit a szatyornak. Mutasd rá! És menti a szatyrot. Mi a meg. Nem az meg. Úristen! Texas Instruments. Ez az enyém. Ez egy gép! Ezt nekem most adnám neki. Ez egy laptop! Úristen, hallod? Ez... Itt meg kell húzni. És ez már CGA. Tudom, hogy Travel Mate. Modern dolgokat is. De SX, még nincs benne koprocesszor, mert a DX-ben van. De nem baj. 486-os. És itt lehet, hát... Ezen MP3-at még nem tudunk lejátszani. Nem baj, viszont remekül megy rajta az akármi. Tehetek bele új akkumulátort? Van. Csinálok, hallod? Viktor, csinálok. Gyere, ez egy fogyaték. Eredeti használati út. Ne! Laci? Nem tudnád, hogy hogy kell kezelni. Jó, hát, szóval, na, menjünk tovább. Szóval ezek mennek. Minden, ami vacak, az itt új értelmet nyer. Ez például, ez a Candyland tábla, ezt a gyerekek találták itt valahol, felújították, ide felraktuk. Ez itt a víztartályunk, ez 1000 literes. Itt jön belőle a víz, ez nem jó víz. Fertőtlenítve van, de ez kézmosásra használható. Na most onnan kéne kezdeni, mert az volt kész először. Édes csillagom, üljél már le oda, majd apa mindjárt gitározik. De ez itt a büszkeségünk. Ez itt a Tüskevár bár. Tüskevár bár? Abszolút. Na most ezt a Lacival építettük egy este alatt. Nem voltunk már szomjasak, de összeraktuk egy este alatt. Minden van, ami fontos. Ugye a fogyaték nutritioneket itt találod, kőbikerre, illetve az edző válaszol, azaz Draxbanira emlékezve. Van Hubertus, Jagdschloss, illetve egy, hát most már üres üveg Unikum, egy nagy poszki lámpa, ez még beavatásra vár. Ezek itt az elmosott poharak. Ezt itt csináltuk, ez egy Messerschmitt 210-esnek a kipufogó csonkja, nem a 190-esé, a 190-esé, vigyázzat, ez a 210-esé. Ezt megcsináltuk ilyen lámpának, este nagyon jól néz ki. És ki a csapos? Mr. Stevens, ő a Head of Catering, ugye, Eddie Izzard. Tessék. Amikor mi nem vagyunk itt, Mr. Stevens, Head of Catering, ő az, ki kell ide tenni. Ezt a Biker Pix-től kaptam, ez egy 50-es gépágyúnak. A lövedéke, ez sörnyítónak van csinálva, ez bornyítónak, de hát várjál, de vigyáztam, hogy ezt így ugye össze lehet rakni. De mivel sűrűn használjuk, ezért nincs összerakva. És pedig itt leledzik a magyar ipar egyik remeke, és ezt most abszolút komolyan mondom, a Szarvasi Presszó kávéfőző. Ezt újonnan választottam, vásároltam, egy golfcsíkot húztunk bele, a legjobb presszó kávét csinálja. Látod, mindig tisztán kell tartani. Itt van a kávé. Rendetlenség van a pulton, mert ez tulajdonképpen egy bárpult. Ez egy bárpult, ez egy egyszerűen egy oldalára fordított szekrény. Be van jelölve már a hangszoróknak a helye, mert bluetoothos lesz. Hogy amikor itt vagyunk a bárban, akkor tudjuk hallgatni a zenét, és ne zavárjuk azokat, akik esetleg ott filmet néznek. Itt a bárban mindig finom hangulat, lift zene szól. Pedro kocsmájában sápat lámpa ég, ezt most szeretjük fel, ezt a gerendázatot, ezt most csináltuk.
a lényeges távolságok föl vannak írva. Péteri, Miskolc, Zsámbék, Pénemünde, Malibu, illetve Palos Verdes. Az nagyon fontos, Jean-Michel Jarre lemezével, akit amúgy gyűlölünk szívből, egy plagizátor, az ő lemezével dekoráltuk a falat. Szóval ez itt a bár rész. Felhívnám a figyelmet, Anuskám, édes csillagom, vigyázzá, a négy hengeres fordulatszeműre, Stumbandi barátom ajándékára. Ennek még hatalmas hasznát vesszük, amikor a Celentano átépítése megkezdődik, ugyanis Celentanóból egy emelt terepképes pickup lesz. Őt azért szereztük be, tökéletesen üzemel, makulátlan, tényleg 120-valahány ezer kilométer van bennem, lekérdeztük. Úgyhogy ő azért van itt, mert vele még dolgunk lesz. Na most egy pár dolog még nincs kész. Ez itt az... Most igen. Rendetlenség van, most ez éppen az én asztalom, mert hogy ezen építem a dolgokat. Ugye arról beszélt, hogy Bluetooth, és hogy készülünk azzal, csak 4.2-es szabványt használunk. Ezek igazán picike Bluetooth dekóderek, de itt vannak nagyobbak is, ami már akkumulátortöltéssel bír. Vannak itt még erősítők, ez is 2x5 wattos erősítő, gitár előerősítő fények. Mert hogy? Egyrészt van itt egy zenélő fejünk, ugye? De ennek mi a lényege? Hogy nem. Csak... Na, nem, ennek az a lényege, hogyha van egy Google Home-od, akkor ne egy zsombék beszéljen hozzád, hanem egy fejnek mondta, hogy hey Google, és akkor visszaszól, érted? De a szemébe tudsz nézni, és tudsz vele beszélgetni. Ezt én azért építettem, ez is Bluetooth kapcsolatra képes, Google Home kompatibilis. Nagyon fontos, fej. Hogy minden olyan dolgunk, ami itt van, ami Bluetooth-os, illetve Wi-Fi-n keresztül kommunikál, az okos otthon kompatibilis legyen. Mert ez egy, bármennyire nem úgy néz ki, ez egy okos műhely. Okos lesz a bárpult, amikor közel jössz, felkapcsolódnak a fények, megszólal a zene. Hangvezérlés. Pista, kérek egy fagyottek nutrition-t. Akkor én oda megyek, és azonnal öntök Lászlónak a teljesen pollentiszta fél decinkbe. Na most... Várjál, még egy dolog kimaradt egyébként. Vigyázzunk erre a laptopra, mert ez diagnosztika. Na ez az én Ducatomnak a pót frontlemeze. Ez a pót frontlemeze, de nem is az a lényeg, hanem hogy ez itt egy 1947-ben gyártott Orion rádió. Ki az, aki nem lát benne egy robotfejet? Na most itt izzószemek lesznek, izzószemek, illetve itt, beszélő száj. Várj, nézd meg, így. Így lesz. Van benne egyébként 3 darab elektroncső, ami egy ilyen, hát ilyen közel 2 wattos erősítőt jelent. Ha nem működik, akkor nem adjuk fel, mert van nálam egy csomó D-osztályú digitális erősítő, de ha lehet, akkor inkább ezt fogjuk megmenteni. Itt lángnyelvek lesznek, ebbe is szeretnék ledet rakni, és itt is, itt valószínűleg kijelző lesz, és YouTube-ot fogunk nézni. Így van, és még figyelj, még a karoslámpa oda felszerelésre vár, az ugye itt van, ebből a BMW M50 folytószelepből még egyszer valami lesz, mert ugye ezt itt egy bovden tudja mozgatni, úgyhogy valószínűleg egy szabályozható fényvetőt csinálunk már belőle, csak úgy, mint a Messerschmitt két. Nézzünk még hátra, aztán engedjük. Hát figyelj, itt nagyon sok minden, azért megmutatnám még az AMG Felniből készült órát, amit valaki már szétbarmolt, mert ugye ez így volt, és ez járt is, most éppen visszafelé járt, de tud előre is így. Ezek itt vannak, a gyerekek Dodge-e, ez az alváza, ez a karosszéria, ezt még a fiammal fényeztem, az ott a hajtáslánc, ott vannak már a go-kart felnik, ebből pedig Laci egy-két bemenetes erősítőt fog készíteni, azoknak a villanygitároknak, amiket mindjárt megmutatok itt hátul. Szóval hagyjuk itt Celentanót, hagyjuk itt a bárt, abban még bele kell vágni a hangszorokat, ez még ma működni fog. És akkor talán érkezünk még hátra. Az alapvető sztori az volt, hogy valahová tároljuk le, a lábad az itt, ne haragudj, töröld meg, mert ezt nekem kell aztán kiporszívózni, hogy valahol tároljuk le a buszokat télire, és ha már itt vagyunk, akkor csináljunk egy ilyen jó hangulatú, kozi atmoszféres klubhelységet. Na most, a színes képcsöves televízió, ez YouTube és egyéb képes. Még egy dolog, amiről te még nem tudsz, Pista. Egy digitál analóg konvertert. Én azzal készültem, hogy egy mini tévéadó lesz itt, amire, hogyha bejátszunk, én még fogok hozni fekete-fehér meg színes televíziókat, itt ottam ott elrejtve, és ugyanaz fog menni mindegyiken. Tehát, ha bárhol szeretnél nézni olyan adást, amit mi magunknak szerkesztünk, meg
megteheted. Tehát itt lesz egy mini tévéadó csak nekünk, ami hát persze digitálisan fogjuk majd táplálni. Az a lényeg, hogy amikor mi itt a bárban ücsörgünk, akkor a gyerekek közben hátul, már mindjárt megmutatom hogyan, tudják élvezni a kivetítőn a filmet, viszont a felnőttek itt ezen keresztül képcsöves tévén tudjanak YouTube-ozni. Na most, ha tovább megyünk és elvesszük innen a Tócsinit, ezt a pultot, ezt 1000 forintért vettük a Hulladék udvarba, ezt... A sajt nem fog lecsúszni, Bence. Ezt mi úgy hívjuk, hogy a kínáló, mert ezen van a kínálat. Ez itt kérlek szépen, látod, oda van bele részre gravírozva, ez egy Svecov csillagmotornak a dugattyúja, amit hosszú órákon át políroztam. Ez egy ilyen óra szalonnak az alkatrésze. Itt lakik benne a kis lézer gravírozó, mert azt azért... Igen, azt jó ilyen helyen tartani. Ezeket a heverőket szintén a Hulladékudvarból vettünk. Ez eredeti IKEA heverő, 168 ezer forint az ára, meg lehet nézni az IKEA-n. 6 ezer forintért vettük. A kettőt. A kettőt, bocsánat. Ahogy azt a falat is 7000 forinté. Na most az, hogyha közelmész és a bárszekrény magától lenyílik, az egy dolog. Mert közelségérzékelő és meg szervomotoros. Az a kínáló, tudod? De azóta már egy saját kocsma, mert a Covid az nekünk csak egy múló szösszenet. Amúgy hozzátenném, hogy a szemetet szelektíven gyűjtjük, ez itt a mindenes, ott van elő a műanyag és a papír. Itt vannak a buszok, ez a Laci, az az enyém, ez itt egy dobogó, amit raklapokból építettünk, és szintén a kikukázott perzsaszvényeggel burkoltunk, a fiam pedig az Esseni Ócska piacon vásárolt Game Boy Advance-szal vereti a FIFA 98-at. Ez itt egy Ducato-ülés. Bocsánat, 2008-at. Ezt itt otthonról hoztuk. Kérlek szépen, ez egy direct drive-os dual lemezjátszó, tökéletesen működik. Az egy Yamaha receiver, természetesen rundfunk, illetve távirányítóval. És ott van egy digital analog konverter. És akkor megérkeztünk ide. Andráskám, átengednél? Ez itt egy katonaláda, ami az asztalunk jelenleg. Nem nagyon látszik már sajnos. Viszont talán látszik, hogy ezt fölteszem magamra, hogy ugye ez itt egy Saratov hűtőszekrény, amit talán ismerhettek, 1958-as. Na most ezt darabjaira szedtük, én foglalkoztam a külsejével, a belsejével, Laci csinálta az elektronikáját, természetesen 90 fokba áll az összes csavarfej, hoppá, van benne boronc, tökéletesen működik, és ami a fő lényeg, hogy azon felül, hogy van rajta egy billentyűzet, hogy esetleg zongorázni is tudjunk, hogyha Bluetooth képes telefonod van, és rácsatlakozol a WIN 668-ra, hopp, akkor szinte rögvesd, de azonnal teljesen indiferens YouTube által sem letiltott zenét tudsz lejátszani a hűtőszekrényen, mondjuk, egy pillanat, tessék. Igen, no. Tudsz hangerőszabályzó? Mert nagyon fontos, hogy amikor oda letesszük a kivetítőt, és ezt a vásznat kifeszítjük, és ide tesszük, így, akkor, ugye, a vászon mögül érkezzen a hang. Hogy a mozi élmény, ahogy ott fekszel az IKEA-s kanapén, tökéletes és teljes legyen. Ugyanakkor, ha úgy gondolod, akkor természetesen Jimi Hendrix, illetve Snoopy és Woodstock is. Azt említetted, hogy ebben két napunk van. Ebben két napunk van, itt vannak benne a hangszórók. Két kőkemény napunk van, és amúgy... A hangszóró, mint a lakóautóból. Így. És tökéletesen működik amúgy hűtőszekrényként is, de hogyha megfáradsz a vizuális kultúrában, akkor tulajdonképpen bármikor le tudsz ide ülni, és egy... De, hogyha ezt nagynak találod, akkor szeretném neked bemutatni a Hefner Shorty gitáromat. Zseniális szerkezet. Kicsit puhák rajta a húrok, de
Hát meg igen, meg a... Úgyhogy így éldegélünk mi itt, az új műhelyünkben, ahonnan remélhetőleg rendkívül sok vicces, elektronikus, autós, illetve autó átépítős tartalmat láttok majd. Nem utolsó sorban pedig, ugye azért mégiscsak itt vannak a repülősrácok, fantasztikus repüléstechnikai dolgokkal vagyunk tele. Hát ez itt az új műhely, gyerekek. Sziasztok! Iratkozzatok fel, meg minden. Így zállik az élet. Hello. Beugyazok. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami menő speedzone-os cucc kell, akkor irány a webshop.